Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Hogyan reagálnak az egyházak korunk kihívásaira? Milyen megmérettetések előtt állnak a keresztények a 21. században? A vallásszabadság napján erről beszélgetünk. Kezdünk! Érkezik hozzánk Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, aki Ferenc pápa Csíksomjón elmondott gondolatát vallja sajátjának. Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével. Vendégünk lesz Kriza János, a Magyar Unitárius Egyház püspöki helynöke, aki Dávid Ferenc püspök gondolatával azonosul. Nincs nagyobb esztelenség, sőt, lehetetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelki ismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak teremtője bír. A stúdióba várjuk a Magyar Kurír vezető szerkesztőjét. Baranyai Béla szerint a hit és a vallás évezredek óta az egyéni és a közösségi identitás meghatározó eleme, és ez így lesz a jövőben is. Estét kívánok az uraknak. Ugye 2018 évi első törvény az, amelyik vallásszabadság napjává nyilvánította január 13-át. Emlékező az 1568-as Tordai Országgyűlés vallásbékéről szóló döntése és vallásszabadságról szóló döntése alapján. De itt vagyunk a 21. század harmadik évtizedének második évében. Miért kell nekünk most vallásszabadságról beszélni, hiszen az emberiség eddigi fejlődés alapján ennek tökéletes és magától értetődő evidenciának kellene lennie? Tamás atya, kezdjük önnel. Én azt hiszem, hogy a tordai vallásbéke, ez a bizonyos egyezmény, ez mindenképpen döntő jelentőségű, nem csak Magyarország története szempontjából, de ha Európára kitekintünk, akkor is. Tordai vallásbékének sem volt egyszerű megvalósítása, azért a következő évtizedeket azért egy csomó kérdés, bizonytalanság határozta meg, mi katolikusok is ezt éreztük annak idején Erdélyben, de maga az a tény, hogy ezt kimerték akkor mondani, ez egy óriási dolog volt, és egy olyan dolog, ami ma is kötelez, és valóban azt hinnénk, hogy már rég túlhaladtunk bizonyos történelmi problémákat, nehézségeket, de történészként is azt mondom, hogy nem közhely az, hogy a történelem sokszor ismétli, vagy ismételni akarja önmagát, és ma is egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nem mindenki számára evidens az, hogy vallásbéke van, vallások közötti párbeszéd, megbékélés. Mi úgy gondolom, ezt katolikus, protestáns felkészített tagjait Magyarországon is egészen jól gyakoroljuk, hála jó Istennek, de talán azt mondanám, hogy nem véletlen, hogy II. János Pál pápa 20. századot a vértanúk századának nevezte, és úgy tűnik, hogy a 21. század is ebben az irányban folyik pillanatnyilag tovább. Tiszteletes úr? Én visszatérnék egy kicsit a magára, a törvényre, a törvény szövegére, hiszen 1568-ban János Zsigmond fejedelem és az erdélyi rendek, a magyarok, a szászok és a székelyek egy olyan törvényt fogalmaztak meg, amely mondhatni azt, hogy egyedülálló az egész történelemben, hiszen ebben a törvényben nem csak a vallás békét fogalmazták meg, úgy tették ezt a megfogalmazást, hogy az evangéliumra hivatkoztak. Tehát nem azt, hogy azért legyen béke, mert én a fejedelem elrendelem, vagy a római jog bármelyik kódexére, vagy akár történelmi adatokra, hanem azt mondták, bibliai alapokra helyezték a törvényt, visszatérve arra, hogy senkit se büntessenek meg, mert a hit Isten ajándéka, utalva az efézusi levélre, ugyanakkor pedig a hit hallásból vagyon, a hallás pedig Isten igéje által, utalva ezzel a római levélre. Tehát ez a törvény az evangélium alapjainál, és éppen ezért
öröki aktuális, ahogy a Szentírás minnyájunk számára örök aktualitást hordoz. Éppen ez emeli ki ezt a törvényt a többi törvények közül. Hiszen biztosítja azt, hogy mindenki számára lehetőség. Lehetőség az, hogy az evangéliumot hallgassa. És amikor arról beszélünk, hogy valaki hallgat, akkor az már egy párbeszédet is felvételez, mert meghallgatom, hogy mit mond a másik. Elgondolkozom rajta, odafigyelek, gondolatok érlelődnek bennem, válaszolok neki, és a hallgatás és a párbeszéd által mindig egy gazdagodás jelentkezik, bármilyen hithez is tartozunk, hiszen azt keressük mindig, ami összeköt, és nem azt, ami bennünket szétválaszt. Kolléga? Én annyit fűznék hozzá, hogy keresztény felekezetek között talán a vallásszabadságról nem is kellene beszélni, hogyha csak ebből az összefüggésből nézzük. Az már egy másik kérdés, hogy ugye ha a világba körbenézünk, akkor valójában vallásszabadság, és hogy a kérdésre válaszoljuk, hát azért kell a vallásszabadságról beszélni, mert nagyon sok helyen nincs vallásszabadság. Na de miért van az, hogy pont ugye a mohamedán, a zsidó és a keresztény, tehát a könyvnépei között van a legtöbb, vagy tulajdonképpen mindannyian a könyvnépeinek vallják magukat, van a legtöbb ellentét, és különösen mohamedán zsidó és mohamedán keresztény ellentét. Tehát a zsidó-keresztény ellentét a 20. század közepén egy olyan katasztrófába torkollott, amelyet nem lehet túllépni, nem lehet meghaladni. De az összes többi ellentét továbbra is ott mozog valahol. Tehát az önmagába harapó történelmi kígyó nyilvánvalóan magyarázhatja ezt, de ugyanakkor azt is magyarázza, hogy, vagy azt is jelenti, hogy nem tanulunk. Igen, úgy tűnik, hogy az ember bizonyos leckéket könnyen felejt, vagy nem tanul meg. És az sem véletlen, hogy a 2022-es januári ima szándéka is Ferenc pápának az, hogy a vallásüldözés megszüntetésért, a vallásbékért, vallásszabadságért imádkozzunk, mert ezek a feszültségek bizony, ezek folyamatosan jelen vannak minden párbeszéd ellenére. Ugyanis a dialógusnak egy olyan nagyon komoly alapvetése, hogy ahhoz legalább két ember kell. Igen. Máskülönben nehéz párbeszédet létrehozni, ahogy a kollega is mondta, a párbeszéd, a meghallgatás egy nagyon fontos eleme volt már a tordai vallás békének is, és ez azóta is egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell próbálnunk megérteni és meghallgatni a másik embert. Én azt hiszem, hogy a 21. század Európájának egy nagyon komoly problémája az, több európai országban is, hogy alul értékelik a vallásos meggyőződésnek az identitás képző erejét. Ugye mi magyarok ezt nagyon jól tudjuk, és az Erdélyben élő, kisebbségben élő felekezetek is nagyon jól tudják, hogy nemzetiség, vallási hovatartozás, nemzeti identitás, azok egymással nagyon szorosan összefüggő fogalmak, és ha ezt az egészet megpróbáljuk a vallási hovatartozás nélkül megérteni, az egyházakat tulajdonképpen ilyen non-profit szervezetekként fölfogni, akkor tulajdonképpen az identitásból egy nagyon csomó mindent nem értünk majd meg belőle. És ez szerintem éppen ezért nagyon fontos az, hogy a vallások közötti párbeszéd az tovább folytatódjon. Úgy gondolom az utóbbi évtizedekben különösen nagyon komoly előrelépések történtek ebben a tekintetben, de van még mit fejlődni, és ahogy említettem, hogy a párbeszédhez legalább két fél szükséges. Mi a különbség a vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság között? Hát én úgy érzem, hogy azért a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság az összefügg olyan tekintetben, hogy azért mindenki hisz valamiben. De mi keresztény emberek számunkra a mi vallásosságunk központja az ember és az Isten közötti kapcsolat. Tehát amit a Jézusi törvények
szerkesztenek keretbe, hiszen Jézus törvényei által tudunk az ő törvényein keresztül tudunk még jobban Istenhez közeledni. Tehát mi keresztény emberek számunkra az Isten a központ. És manapság, mikor lelkiismereti szabadságról beszélünk, arról beszélünk, hogy egészen, minthogyha a vallás egy magánügy lenne. Tehát mindenki azt gondol, azt hisz, amit akar, ott imádkozik, ahol akar. De ahogy Tamás atya mondta, a vallás az az identitásnak a része. És mi keresztény emberek Istenre tekintünk. A mi vallásosságunk, lelkiismereti szabadság azt jelenti, hihet bárki bármiben, amiben akar, lehet mazsolázni egy kis keleti misztika, ezotéria, minden, ami éppen a divatnak megfelelő. De nekünk a központunk az Isten, tehát lelkiismeretileg bárki bármiben hihet, de vallásilag, keresztény emberként kizárólag a gondviselő Isten van a központban. És én úgy érzem, hogy éppen ezért fontos visszatekintenünk erre az 1568-as törvényre, amely kimondja, hogy a közösség, tehát nem az individuum, hanem a közösség maga azt a vallást fogadja be, amit szeretne, azt a prédikátort hallgassa, amit szeretne, ami az egyénnek, ha megfelel, tökéletes, beilleszkedik, jól érzi magát a közösségbe, viszont ha nem, akkor keres egy olyan közösséget, amely számára is megfelel. Tehát a vallás és a lelkiismereti szabadság hasonlít egymáshoz, de mégis abban különbözik, hogy a vallás szabadság számunkra, keresztények számára az Istenben való hit korlátlan szabadságát jelenti. Mondott egy nagyon fontos dolgot most, tiszteletes úr, hogy a különböző divatok. Lehet divat a vallás gyakorlás, vagy lehet divat a vallás, vagy pedig a különböző divatok átírhatják ezt a Istenhez való, vagy a természeti dolgokhoz való viszonyt, Béla? Biztosan. Tehát ez biztosan... De akkor most erről van szó? Akkor most egy olyan trendet élünk meg, amikor egyrészt nyilván van egy politikai háttér, és ez most mindenkihez szól ez a kérdés, van egy politikai háttér. Már a vallásháborúk idején is azért a politika nagyon erősen meghatározta. Tehát a hatalmi viszonyok átrendezése volt az elsődleges cél. Nyilván a mostani vallás adott esetben keresztény üldözésnek, de mondhatnánk mást is, van egyfajta politikai háttere. De ugyanakkor ebben a globalizált világban a szabadon terjedő divatok is befolyásolhatják ezt. Ugye? Az biztos egyébként ugye a vallás az mindig jelent egyrészt közösséghez tartozást, mert ugye itt az identitásról volt szó, ugye az identitás, ugye a családi identitása van elsősorban az embernek, ugye az a legközelebbi, akkor nemzeti identitás és a vallási identitás, akár ugye katolikus szempontból mindenképpen ezt lehet mondani, egy nagyon nagy közösséghez kapcsol. Ugyanakkor a vallás az mindig elvárásokat is támaszt, egy tanítást követni az azért nem olyan, hogy azt teszek, amit akarok. A divat viszont az olyan, hogy azt én kiválasztom, mi szemezgetek belőle, akár így, hogy... Na, de itt van akkor a lelkiismereti szabadság része ennek a dolognak, hogy hát miért ne választhatná? Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy igen, miért ne választhatja, ezt mindenki maga kellene, hogy eldöntse. A lelkiismereti szabadság, de csatlakozom a lelkész úrhoz, mert valóban így van, hogy hát lelkiismeret, az valóban valahol először kimondhatom azt, amit gondolok, nem fognak azért retorziók érni, ez az első. De a vallás ez a következő lépés, mert lehet valaki mondjuk lelkiismereti alapon akár ateista is, mert még miért, hát éppen azt választja. A vallás az valami mást jelent. Egyébként szabad ide kapcsolni azt, hogy érdekes ebből a szempontból, hogy ugye a ismert pszichológus, ugye Maslownak, ha megnézi valaki akár az interneten ezt a
Maslow piramist, hogy hogyan épül föl ugye a szükségletek piramisa, akkor nagyon sokszor azt látja, hogy az önkifejezés, önkiteljesedés az a felső. De ugye Maslowról azt mondják, hogy az utolsó éveiben, vagy közvetlenül kiegészítette ezt egy spirituális csúccsal, ugye ezt a piramist. Na most azt mondhatnánk, hogy mondjuk akár az önkifejeződés, az még lehet ez a lelkiismeret területe. A spiritualitás az már valami más. Az akár, egyébként akárki lehet, hogy divat alapján fog választani, de akkor is már meglévő vallásokhoz fog fordulni. Ugye, igen, a kereszténből ember, buddhista lesz például, hát, vannak igen, ilyenek? Igen, mondjuk ugye a buddhizmushoz azért nagyon jó csatlakozni, mert messze van. Így van. Tehát, ez egy nagyon sajátos megközelítés, tehát valóban messze is van, meg közel is van, hiszen hozzáférünk mindenhez. Én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon fontos dolog elhangzott ebből a szempontból. Nagyon érdemes szem előtt tartani azt, hogy az emberben van egy exotikum utáni vágy is egyúttal. És ezt a bizonyos vallás vagy hitéleti választást sokszor meghatározza az embernek az exotikum iránti vágya, a keresése. És tulajdonképpen sokszor az a kísértés is bennünk van, hogy valamitől elforduljunk, amit jól ismerünk. Ugye az, hogy messze van valami, ugye az ott nem szükséges annyira azok szerint, a szabályok szerint élni nap, mint nap, mint azok, akik ott éppen helyben az adott tradícióban nap, mint nap benne vannak, és így nyilván kívülről nézve egy egészen más szemüvegen keresztül látja az ember sokszor ezt a vallást, és másként is kötődik hozzá természetesen. Ez egy emberi dolog, tehát ez része a mi emberi természetünknek, de azt hiszem ez is egy aspektusa sokszor ennek a bizonyos vallás vagy lelkiismereti választásnak. Én úgy érzem, hogy amikor a lelkiismeretről és a vallásosságról beszélünk, akkor számomra, keresztény unitárius ember számára egyértelmű, hogy én, aki annak idején születésemkor, vagy ahogy a teremtés hajnalán Isten lelke megérintette az embert, én egyértelműen azt tudatosítom magamban, hogy keresztény unitárisként nem tehetek mást, mint én csak a jó Isten lelkében lehetek szabad. Tehát amikor szabadságról beszélek, ez a szabad akaratomból, azért ennek a szabadságnak természetesen számomra, amit a lelkem belülről diktál, azt tartom igaznak. És keresztény emberként ez az Istentől kapott szabadság, amivel dönthetek, ahogy Jézus tanítása szerint élem a hétköznapjaimat, mert keresztény vallásos emberként ez az én feladatom, és azt teszem, amit a lelkem megenged, amit miért a lelkiismeretem nem vádol engem, mert ha az eszünktől indulunk el, az ember a botlásai, gyarlóságait sokszor meg tudja magyarázni, de a lelke mélyén érzi, hogy valamit nem úgy cselekedett, mint ahogy ő igazán szeretne. Tehát én úgy érzem, hogy más a mérce, mert egy keresztény ember számára egyértelműen az Isten lelkisége a mérce, és mivel mi mindannyian keresztények úgy érezzük, hogy valamilyen módon hordozzuk magunkban Istentől kapott lelkületünket, ezért arra vagyunk hivatva, hogy a Jézus által megfogalmazott célok szerint éljük az életünket úgy, hogy beteljesítsük a mi hivatásunkat a földi életben, amit a jó Isten tőlünk megkíván, ahogy Jézus tanította nekünk. Oké, de akkor ezen belül azért mégiscsak ott van a következő kérdés, hogy hogyan is értelmezzük a szabadságot, mit jelent a szabadság, hiszen a szabadság értelmezés is mérhetetlenül széles körűvé vált. Tehát nyilván volt egy alapértelmezés még a felvilágosodás korában, szabad vagy mindaddig, szabadon gondolkodhatsz, szabadon szólhatsz, szabadon kifejteted véleményedet, szabadon tisztelheted Istenedet, vagy nem tisztelheted, választhatsz magadnak mindaddig, amíg mások érdekeivel ez nem ütközik. Most, mintha azt éreznénk, hogy a mások érdekeivel ez nem ütközik kitétel, az picit, mintha megfakult volna. Igen, itt azt hiszem, hogy nagyon gyakran a köznapi beszédben is
különböző fogalmakat keverünk össze egymással, például a szabadság és a szabadosság fogalmát. Ugyanígy az egyenlőség, az egyenrangúság és az egyenjogúság fogalmát is összekeverjük gyakran. Pontosan azért, mert azért ezek nem egészen ugyanazt takarják ezek a fogalmak, és pontosan ezért fordulhat elő, ebből a keveredésből fordulhat elő az, hogy eljutunk, belecsúszunk mi emberiség gyakran olyan helyzetekbe, ahol már nem tartjuk fontosnak, hogy a másik embernek a választását, szabadságát, egyenjogúságát tiszteljük, mert úgy gondoljuk, hogy erre már nincsen szükség. És úgy gondolom, ez az a bizonyos szabadság és egyenlőség fogalom, ami nem előre viszi a megbékélést és a másik embernek a méltóságát, az elismerését, hanem éppen ellenkezőleg. Mert tulajdonképpen abból kell kiindulni, nekünk keresztény embereknek mindenképpen, de úgy gondolom ez más vallásoknál is egy alapvető dolog, hogy a másik embernek a személyiségét, méltóságát azt tisztelni kell, még akkor is, ha nem vagyok vele ugyanazon a véleményen. Ez lehet az oka annak, hogy meg talán a globalizációban is kereshetjük, hogy tulajdonképpen igen, mindig előjön, valamilyen szinten mindig előjön a világháló, hogy addig, amíg az emberi kapcsolatok a közvetlen találkozáson, a szembenézésen és a visszaütés lehetőségén alapultak, és most ezt jó értelemben mondom, visszaszólás, vitatkozás, stb. Lehetőségén alapultak, addig a vallásokkal szembeni kommunikáció is valamiféleképpen másképpen működött. Most, amikor egy arctalan világban a világhálón bárki bármikor gyalázhatja a másikat. Ez a fajta dolog jelenik meg önök, vagy lehet, hogy csak én érzem így, és kíváncsi vagyok a véleményükre, hogy ez a fajta dolog jelenik meg, mondjuk a kereszténység elleni egyre erősebb támadásokban, és nem csak a vulgár marxizmust kell itt keresnünk mögötte, nem az ateizmusnak egyfajta másképpen erőszakosabban való újraéledését, vagy a materializmusnak egy erőszakosabban való újraéledését, hanem ennek az arctalanságba burkolózó gyalázkodásnak a lehetőségét? Biztos, hogyha valakinek, de ez valóban így van, hogyha valakinek nem kell az arcát adnia a véleményéhez, akkor biztos, hogy nagyon sokkal könnyebben mondja ki a véleményét, és ez is ismert jelenség valóban, hogy akkor, hogyha mondjuk a véleménye az akármilyen, tehát sokkal sarkosabb is lesz éppen emiatt a véleménye. Egyébként az, hogy a vallás területén ez hogy jelentkezik, én úgy látom, hogy nem biztos, hogy csak a vallás, tehát ez tényleg mindenhol így van. Nem tudom, hogy emögött kellene keresni most a vallás ellenességet egyébként, és sokkal inkább azt látom, ami ugye az előzőleg elhangzott, ez az identitás. Én is azt gondolom, hogy ez egy kulcs kérdés. Jó, de hát gyakorlatilag egy identitásválságos korban élünk, tehát mindenki keresi a helyét. Valóban, de ebben szerintem fontos az, hogy az identitás, akkor ha a közösséghez kapcsol az identitás, akkor az megint csak akkor az elvárásokat jelent majd felém, nekem mit kell majd tennem. És hogy kell tennem, ráadásul ebbe benne van az is, hogy valahogy szeretném élni az életem, de ha a vallási nem előírások, hanem a lelkiismeretem azt fogja mondani, hogy ezt nem tehetem meg. A tanítás fogja azt mondani, hogy ezt nem tehetem meg. Viszont hogyha az identitásomat azt váltogatom, vagy valami egész mást értek identitás alatt, az felém semmilyen elvárást nem fog jelenteni, kizárólag jogaim lesznek, ugye ez ismert a morálteológiában is, hogy lesznek, jogaim lesznek, de kötelességeim azok nem lesznek. Na de hát ez a trend, vagy e felé mozdulnak el a trendek, úgy látom, tehát a kötelesség az egyre inkább a háttérbe szorul, és a jog, hogy is mondjam, jogkövetelés az, ami erős teljesen megjelenik, és ugyanakkor pedig, bocsánat, de az identitás, mint olyan, az egyre inkább non-comilfóvá válik. Tehát nem, ha mondjuk a fiatalokat idézném, kicsit ciki, hogyha valaki nagyon határozottan megmondja az identitását.
Igen, de az identitás tulajdonképpen csak a közösségben tud igazán kifejlődni. Mert az, hogy én önfeláldozó vagyok, hogy segítek másokon, hogy elfogadom a másik embert, az csak egy közösségben lehet. És azt úgy megtanulni, hogy én egy közösségen kívül vagyok, csak a saját identitásomnak élek, és nem vagyok hajlandó semmilyen közösségben feladni a magam gondolatait, tehát mindenütt azt hirdeti, légy önmagad, valósíts meg vágyaidat, ami szép, de csak egy közösségen belül tudja az ember megtanulni azt, hogy miként adhat magából valamit, hogy tulajdonképpen ő hova is tartozik, és ugyanakkor mindenki egy közösségen belül a közösségtől azt kapja vissza, amit ő maga is beletesz. Ha ő soha nem tesz bele semmit, akkor ő mindig kívül marad, mert nem tudja megérteni annak a közösségnek a szándékát, a gondolatait, ahogy az atya is megfogalmazta, és a szerkesztő is, tehát, hogy a vallás, ameddig nem fogadjuk el azt, hogy a vallás a saját önazonosságunk része, tehát mi együtt élünk vele, addig, ha valaki kívülről outsiderként néz be, akkor soha nem tudja egy közösség szándékát megérteni, hogy miért formálódik ez a közösség, miért jó ez a közösség, miért jó nekünk keresztényeknek lenni, akárhogy igyekszünk mi életpéldánkkal, mindennapi munkánkkal felmutatni ennek az értékét, ha valaki csak kívül áll és saját magához viszonyít, a közösséghez meg se próbálja megérteni, akkor mindig kívül marad, és akkor marad a vádaskodás, az arctalanul vállalt vélemény, esetleg a kívülről érkező vélemény, amit anélkül, mert ő úgy gondolja hozzá, hogy helyes anélkül, hogy meggyőződne az igazáról. Tehát ahogy a Tordai Országgyűlés szépen megfogalmazza, a hit hallásból van. Most azt látjuk mindenhol, kimegyünk a metróra, mindenki hallgat valamit, de lehet, hogy csak azt kívánja hallgatni, ami neki tetszik, amit ő hallgat, és azt nem, amit mi próbálunk keresztény, vallásos emberek közvetíteni a világ felé. Mennyit tett ehhez, vagy mennyit vett el ebből a Covid, 2 év Covid magány? Ez nagyon érdekes dolog, mert én úgy gondolom, hogy itt mindenképpen a kommunitásnak és az individuumnak a dialektikus harcáról van szó, hogyha szabad ilyen neomarxista fogalmakat használni. Nagyon jól hangzik egy katolikus ja, pap szájából. A felvilágosodásnak nagyon sok vívmánya volt, de kétségtelen tény, hogy a felvilágosodástól kezdve egyre inkább csökken az embereknek a közösséghez való tartozása, hiszen az egyén került előtérbe, az individuum, és ugye innentől kezdve jobban érthető az, hogy azt választom, ami nekem jó, nem azt, ami egyébként előre visz engem és a közösséget is. Ezek egyébként nagyon csalók a választások tudnak lenni, lelkipásztori tapasztalat azért ezt mondatja, és gondolom, hogy a kollega is ebben meg tud erősíteni. És a Covid ilyen szempontból egy nagyon érdekes érzés volt mindannyiunk számára. Ugye volt 2020 tavaszán egy olyan időszak, amikor mi katolikusok is leginkább az Isten tiszteleteinket közvetítéssel. Így van. Átkerült az online térbe, az egyház. Átkerült az egyház az online térben, még ha nem is egészen, mert ugye a szentség kiszolgáltatás azért csak nekünk katolikusoknak legalábbis nem lehetséges fizikai érintkezés nélkül, de ugye amíg erre nem volt lehetőség, meg kell találni egy más módot az evangélium hirdetésére és a közösség összekovácsolására, és az online tér számunkra egy óriási tapasztalat volt ebben a viszonylatban, amit egyébként nekünk is tanulni kell még mindig, mert kissé bizonytalan nok vagyunk benne néha, vagy is vannak olyan kollégák, akik bizonytalanak benne, vannak, akik viszont már egészen jól tudják, ez generációs kérdés is, azt hiszem. De nagyon érdekes volt látni, és ugye ez is egy sajátosság az online közvetítéseknek, hogy mennyien kapcsolódtak bele egy-egy szentmisében nálunk, és
egészen elképesztő számok jöttek ki. Az adott közösség átlagos szentmise látogatottságához képest. Tehát volt egy olyan tapasztalatunk nekünk, főleg a 2020 tavaszi időszakban, hogy az ember a közösség iránti vágy miatt még jobban igyekezett belekapcsolódni ezekben az online szentmisékbe, illetve Isten tisztelet közvetítésekbe, ami mindenképpen ennek az egésznek a jelentőségére fölhívja a figyelmet. Hozhatja egyébként a vallásoknak a reneszánszát ez a világjárvány? Segíthet újraéleszteni a hitet, a vallás gyakorlás újraélesztését? Szerintem az abban nincs vita szerintem a magyarországi vagy európai keresztény felekezetek között, hogy pillanatnyilag egy identitáskeresésben vagyunk mi, mint emberiség. Ennek nagyon sok történelmi oka is van, rossz tapasztalatok, világháborús trauma, és így tovább, tehát az ember igyekszik önmagát újraépíteni, és a 20. században azt hiszem nagyon könnyen elhittük magunkról azt, hogy, és ugye ez se új dolog, mert ez az Ószövetségben, ugye a bálvány kapcsán előkerült, hogy mi azért mindenre képesek vagyunk, és emlékszünk rá, 2010-11 környékén kitört egy kis vulkán Izland szigetén, és egész Európa légi közlekedését lebénította hosszú hetekre. Most ugye azt hisszük, hogy az orvostudomány mindenre képes, és hála Istennek óriási dolgokra képes a tudomány, és mégis most már azért a harmadik évet kezdjük, úgy, hogy ez a COVID-helyzet okozta bizonytalanság megvan, ami mindenképpen arra kellene bennünket, hogy sarkaljon, hogy reflektáljunk arra, hogy mihez kell kötődnünk igazán. Mi az, ami igazán fontos nekünk, és mi az, ami fölfelé visz bennünket. Béla? Igen, én ehhez azt fűzném hozzá, hogy nem is biztos, hogy a reneszánszát hozza, lehet, hogy hozza egyébként majd később, hanem inkább hanem egy másik, egy új dimenzióba emelheti. Mert azért a hitnek egy nagyon fontos oldala, hogy akkor, amikor bajban vagyok, na akkor ragaszkodom el a hitemhez, vagy nem. És ugye akkor, hogy itt van a járvány, kiszolgáltatott vagyok olyan mértékben, ahogy egyébként tömegével ugye emberek kiszolgáltatottak, ahogy egyébként nem voltunk talán évtizedek óta. Persze valakit elér egy betegség, akkor igen, de a mellettem lévőt nem éri el ugyanaz a betegség. Ezt közösségi szinten, ezt a kiszolgáltatottságot megélni, egész, és érdekes, hogy 2000, akkor, amikor 2020 tavaszán elindul ez a járvány, akkor egészen mély lelkipásztoroktól egészen mély lelki, szinte a lelki irodalom szintjén lévő megnyilatkozásokat lehetett olvasni, mert ugye ők is érezték, hogy most a lehető legmélyebbre kell menni abba, hogy mi is a hitünk, hogy mit jelent azt, hogy a vallási tanítás mely része az, ami ebből a szempontból fontos. De előfordulhat, hogy igen, ez még előttünk áll ez az időszak. Egyébként a közösséghez hagyd tegyek hozzá egy személyes tapasztalatot, amikor először mentünk úgy szentmisére, hogy már lehetett menni, és nem online volt, akkor hát az érdekes volt azt megélni, ahogy az atya egy hosszú másodpercekre elakadt, amikor elkezdte a szentmisét, mert akkor értékelődött fel a közösség. Ott volt mindig, ott van 10 éve, 20 éve, akár mennyi ideje. De akkor, hogy ott volt a személyes kapcsolat, látni az arcokat, tehát, és azt gondolom, hogy ez mindannyiunkra átragadt ebből a szempontból. És még egy dolgot ehhez hagyd tegyek hozzá, hogy nagyon fura volt ez az online, mert az online mindenki úgy értékezte, hogy atomizál. Az emberek szétestek, itt van, ott van, mindenki otthon van, otthon nézi az online szentmisét. De másik oldalról pedig ugye pont az előbb kicsit kárhoztatott közösségi média meg beindított olyan
közösségi, akár jótékonysági segítő szándékot, ami előtte viszont nem volt. Hát végre tette a dolgát, mondjuk így. Hát igen, igen, ezt is lehet mondani, de ismeretlen emberek egyébként gyűjtöttek, nem tudom, ez a kávéfőzős eset jut eszembe, én is ezzel találkoztam, hogy nagy egyik kórházban kellene kávéfőző, gyűjtsünk rá, és akkor úgy kellett szólni, hogy állj, itt már, most már nem tudom, a 3000. kapszula is van, igen, igen, szó szerint 1-ből 10 lett egyébként a történetben, valóban, tehát ez a Ez új, igen, valóban ezt így megjelni. Lépjünk vissza, van egy bejátszásunk, és ugye ez a keresztényüldözésről szól, és ez azért is érdekes most, mert ugye a 16. században, amikor a huganották és a katolikusok irtották egymást, a protestánsok és a katolikusok ölték egymást, amikor a katolikusok és a protestánsok együtt ölték a muzulmánokat és vissza, akkor 1568-ban, ami történt Tordán, az egy hihetetlen nagy dolog volt, és létrehozta az első olyan államot gyakorlatilag Európában, ahol legalább a keresztény gyülekezeteknek a vallásszabadsága létrejött, és létrejött a keresztény vallások közötti vallásbéke, de most megint itt egészen a korai keresztény üldözéseket visszaidéző dolgok történnek a világban, ugyanis 2020-ban több keresztényt öltek meg a hitük miatt, mint eddig, és folyamatosan nő a vallásszabadság korlátozása is. Egyes felmérések szerint itt egy 340 millió keresztényt üldöznek a világon, jól tetszetnek hallani, mondjuk keresztény üldözések idejében összesen nem voltak annyian a világon, 340 millióan, és ez derül ki az Open Doors keresztény emberjogi szervezet jelentéséből. A keresztény üldözésekről és a Hungary Helps tevékenységéről kérdeztük Arzbej Trisztánt, nézzük meg, mit mondott. Mi itt a Hungary Helps fogam megvalósításért felelős államtitkárságon megkülönböztetjük az erőszakos keresztény üldözést és a keresztény ellenességet. Tettel vagy szóval, ez a keresztényüldözés két formája. Az előbbi elsősorban a Közel-Keleten tapasztalható, ahol a muszlim többség mellett kisebbségben élnek a keresztények. Ezek az emberek rendszeres fizikai atrocitásoknak vannak kitéve, amiért sok esetben arra kényszerülnek, hogy elhagyják hazájukat. Magyarország több újjáépítési projektben részt vett, templomokat, lakóépületeket, iskolákat, ellátó központokat építettek újjá a Hungary Helps támogatásával, sőt, több keresztény település egész évben magyar segítségével építettek újjá. Ennek az eredménye az lett, hogy abban az iraki kereszténységben, amelyiknek a 80%-a elmenekült az országból az elmúlt másfél évtized alatt, a magyar támogatás hatására nemhogy csak megmaradtak közösségek, hanem a migrációból visszatértek. A keresztényüldözés azonban nem csak a Közel-Kelet és Afrika sajátja, jelei már a nyugati világban is megtalálhatók. Először egy méltóságba gázoló retorika, utána a vallási és lelkiismereti szabadságjogoknak a csorbítása, itt már bőven tartunk a nyugati világban, ezt követik az erőszakos cselekmények, majd egyre elterjedő rendszer szintű erőszakosság. Ezért állunk föl határozottan a nyugati keresztény ellenesség ellen. A szellemi támadások ellen a keresztény értékek határozott képviseletével és intézményeinek védelmével lehet leghatékonyabban fellépni, tette hozzá az államtitkár, aki szerint, ha nem állnak meg a most tapasztalható folyamatok, akkor Nyugat-Európában is szükség lehet aktívabb beavatkozásra. Ott tartunk 2022-ben, hogy gyakorlatilag minden nyolcadik magát kereszténynek valló embert vagy szellemi, vagy pedig egészen közvetlen gyilkolásba, keresztrefeszítésbe hajló üldözésért. Hogy lehet ez? Egészen elképesztő számok vannak ezzel kapcsolatosan. Az Erbili Kád katolikus főpásztor hívta föl nem olyan régen arra a figyelmet, hogy 2003-ban, tehát amikor elkezdődött az a bizonyos háborús invázió, 1,6 millió keresztény élt ott azon a vidéken. Jelenleg a számuk pozitívista, optimista becslések szerint is 250 ezer.
olyan emberekről van szó, akik tulajdonképpen Jézus ideje óta ott élnek. Igen. Tehát tőlünk ez nagyon messze van, és mi büszkék vagyunk az 1000 éves keresztény múltunkra joggal, de a Közel-Keleten olyan emberek élnek, és olyan közösségek vannak eltűnő félben, amelyek tulajdonképpen a kereszténység kezdeteitől fogva ott vannak. Egyfajta olyan radikalizálódásnak a jegyében, amely mindenképpen figyelmet érdemel, és ugye én nagyon sok keleti katolikus keresztény főpásztorral találkozhattam az utóbbi években, mindannyian elmondják, hogy gyakorlatilag ők magukra vannak hagyva. Tehát nagyon kevés olyan ország van, mint például Magyarország, amely az ott tartózkodásukat és a szabad vallásgyakorlásukat segíti. Amikor mi kb. 5 évvel ezelőtt a kormány segítségével Erbilben egy katolikus keresztény iskolát fölújítottunk, az tulajdonképpen az erbélyek számára mind a mai napig azt jelenti, hogy lehetőséget kaptak arra, hogy ott folytassák, ahol abba hagyták. És a köszönetnek egy hatalmas gesztusa volt, hogy a cserepeket piros-fehér-zöld színűre festették. És én úgy gondolom, hogy nagyon könnyen beleesik a nemzetközi közösség azokba hibákba, hogy jaj, ez messze van. Lehet, hogy közeledik. És ezeket a konfliktusokat komolyan kell venni, és ugye van egy régi mondás, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra. 6. Pál pápa, és az ő utóda is mind azt szokták mondani, hogyha békét akarsz, készülj a békére. Tehát mutatják a közel-keleti események is, az észak-afrikai események is, hogy háborús megoldással nagyon nehéz, gyakorlatilag lehetetlen békét teremteni. Vallásbékét meg még kevésbé. Igen, nem csak ugye ott volt az arab tavasz, ami a demokrácia exportjának örvén hát beavatkozott azokba az országokba, amelyek nem biztos, hogy a demokráciának azt a fajta típusát kívánják magukra venni, amelyhez mi hozzászoktunk, vagy ami mondjuk az északi kontinensen kialakult Európában és az Egyesült Államokban vagy Kanadában. És ugyanakkor pedig, amikor ezekről az emberekről, a töredékről volt szó, akkor pedig teljesen, tehát megint bejöttek a hatalmi szempontok, nem számítanak, nem tényezők. Miért van ez az érzéketlenség? Hát én úgy gondolom, hogy a 18. századi Magyarországon, ha szabad egy kicsit visszatekinteni a történelmünkre. Történészként minden. Igen. Az ember nem tud elszakadni tőle. Egy olyan 18. századi Magyarország volt akkor, különösen az Alföldön, ahol gyakorlatilag teljesen elnéptelenedett pusztaságok voltak, régen virágzó települések helyén. És az emberek jöttek oda. Ezeket betelepítéseknek hívjuk, teljesen mindegy, az emberek önként költöztek oda, mert valami jobbat akartak oda létrehozni. És én olvastam egy csomó embernek az életét, akik ebben az időszakban tettek valamit, és őket az hajtotta, hogyha senki sem kezdi el, senki sem fogja befejezni. Volt bennük egy égbe mutató jövőkép. És én úgy gondolom, hogy a 21. század emberénél nagyon sokszor felfedezhető az, hogy nem feltétlenül gondolok arra, hogy itt generációkon átívelő módon kell gondolkodni, hanem a pillanatnyi hatalmi, anyagi vagy akármilyen érdekek mentén próbálják megszervezni a társadalmak működését, és ugye ezek vezetnek sokszor arab tavasz típusú kísérletekhez is. Miért érzéketlen Európa akkor is? Miért érzéketlen Európa, miért érzéketlen a világ ezekre az emberekre?
Erre nagyon nehéz válaszolni. Mi unitáriusok alapító tagjai voltunk az ökumenikus segélyszervezetnek, amelyik tavaly már 30 éves megalakulásának 30 éves évfordulóját ünnepelte. Mi, amikor erről tudomást szereztünk, rögtön gyűjtést rendeztünk, segíteni próbáltunk, ami egész látványosra is sikeredett, mert hozzájárulva a segélyszervezeten keresztül sikerült egy a ninivei fennsíkon lévő települést be visszatérőket segíteni, hogy ismét valamilyen szinten legyen fűtés, legyen téli ruházatuk. Tehát amikor a segélykérést mi meghallottuk, akkor természetesen a magunk erejéhez mérten azonnal segíteni próbáltunk. Most, hogy a nyugati világ miért nem akarja ezt felvállalni, arra én személy szerint válaszolni nem tudok, pedig én úgy érzem, hogy minden tehetségük és lehetőségük meg lenne rá. Oké, akkor Béla, miért nem vállalja föl a nyugati sajtó? Ott sem. Tehát például, hogyha egy kopt templomot fölrobbant az ISIS, akkor arról nagyon sokat fognak írni, mert nagyon sok ember meghalt. Az a nagyon sok ember, az lehet 150-200 ember. Akkor, amikor 1,6 millió ember 250 ezerre csökken le, vagy azért, mert megölték, vagy azért, mert elmenekült, elvándorolt, fölszívódott a térségben, arctalanná vált, az nem számít. Valóban egyébként azért, ha megnézzük a világon a keresztény üldözést, ott nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott az identitásnak valóban egy negatív oldala jelenik meg, tehát egy erősebb identitás, ugye most India jár csúcson, tehát a 2021-ben az indiai üldözése az egészen elképesztő méreteket öltött. Biztos, hogy megvan annak a társadalmi oka, hogy miért pont most, de az iszlám világban is azt látjuk, hogy van egy erős iszlám identitás, és a keresztény kisebbséget ugye üldözik. Ez egyszerűen arról, de az, aki mellett nem szól senki, akkor az könnyű lesz, akkor könnyű prédává válik. És valóban így van, hogy egész egyszerűen tudomásul kellene venni Európának, hogy a keresztényekért ő a felelős. Az egyházak azok megszólalnak, de ebből a szempontból nem elég. Most, ha csak a szavak szintjén vagyunk. Hanem fontos az, hogy... Arra hivatkoznak, hogy megtörtént a szekularizáció, az egyház intézi a saját ügyét, mi meg intézzük igen, a saját igen, az, hogy nem fontos. De, hát, hogy de ez gondoljuk... politikailag is fontos, hiszen itt emberéletekről hát így van, de persze csak, hogyha belegondolunk egy olyan Európa, amely gyakorlatilag a saját keresztény gyökerét tagadta meg azzal, hogy kirekesztette ugye az Európai Unió a saját alkotmányából ugye azt, hogy most vannak, keresztény gyökerei vannak. Egyáltalán nem fontos a kereszténység, egyáltalán nem fontos a vallás, az identitásának nem része, akkor nehezen lehet elvárni, hogy ugye ki fog állni ezért. Ez egy óriási taktikai probléma, de hát egyszerűen az a már ott probléma, hogy az identitását feladja, mert ugyanakkor meg az erősebb identitások azok be fogna törni, és kifogják a maguk jussát azt kérni. Ugye azt gondoljuk, hogy bejön a muszlim közösségből valaki, akkor ő igen, és körömszakadtáig ragaszkodni fog a hagyományaihoz. Lehet, hogy békésen, tehát nem is ezt mondom, békésen. És akkor ott van a szomszédja, aki meg nem tudom, ebből a szempontból semmilyen meggyőződése nincs, a másiknak sincsen, akkor nyilván előnyben lesz, mert neki viszont van identitása. Hát Európa nem határozza meg magát ebből a szempontból, akkor persze, hogy igen, egyébként én azt gondolom, hogy tudatosan hátat fordítanak, és nem számít. Hagy mondjak egyébként egy érdekes dolgot, hogy 2019-ben a brit külügyminiszter készítette egy felmérést ott helyben, amelynek az eredménye után egyszerűen azt mondta, hogy hát ő a számadatokból arra jut, hogy ez tulajdonképpen az ENSZ által deklarált népirtás kategóriája, az, ami a keresztények ellen történik. De hát senki nem így foglalkozik vele, senki nem. Hát ott vannak a számok, hát egyértelmű, de nagyon-nagyon-nagyon brutális számok vannak.
De hát akkor még igen. Európa identitásáról beszélni, és van 3 percünk, és tényleg nagyon sajnálom, hogy ez a beszélgetés hamar befejeződik. Akkor, amikor például, vegyünk egy példát, amikor Franciaországban megpróbálják középiskolás diákokkal lennének eltetni a Marseillaise-t, és a diákok jelentős része nem tudja, és amikor megkérdezik, hogy miért nem tudja, azért, mert nem érdekli, és nem érzi magát franciának, de hát itt élsz, ide születtél, nem érdekli. Nem számít. Akkor hogyan akarunk identitást építeni, hogyha Európa egyik legerősebb, és identitásában is nagyon hosszú időn keresztül, lásd például a II. Világháború időszakát, identitásában is rendkívül erős állama, így veszíti el? Ugye én azt gondolom, hogy az európai identitás az azért mindig egy sokszínű dolog volt. Amiben a különböző európai államoknak, nemzeteknek az identitása azonban egységes volt, hogy volt egy közös bázis. Ez tulajdonképpen hosszú időszakon keresztül a keresztény értékrend volt. Ami nem számít most már. Ami most nem számít, és tulajdonképpen, vagy nem minden számít egyforma módon, és ez tulajdonképpen ez azt mondja magával, hogy az a motor áll le, ami az egészet előre viszi, és ilyen szempontból úgy gondolom, hogy van egyrészt egy komoly pillanatnyi gazdasági érdek. Ugye az új német kormánynak is voltak ezzel kapcsolatosan most egészen egyértelmű megnyilvánulásai, amelyek miatt ez az identitás változás úgy gondolják, hogy előnyös Európának. Másrészt van egy nagyon komoly naivitás is. És úgy gondolom, hogy furcsa módon mi közös közép-kelet-európai országok, ha szabad így fogalmazni, azért vagyunk más helyzetben, és másként nézünk el az egész kihívásra, mert érdekes módon a kommunizmus számunkra egy reflexet megtanított. Lejárt az időnk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük szépen a meghívást. Reméljük, hogy majd egyszer vidámabban is tudjuk folytatni ezt a beszélgetést, bár a Krisztusban való hit és a vallásban való föloldódás és erőkeresés azt hiszem, hogy egyre több embernek talán visszatér. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Az Ez itt a kérdés következő adásában a férfi és a női minták változásairól beszélgetünk, majd tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.